Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két gólos vereséget szenvedtek a Zalaegerszegtől a Kékcápák. Az utolsó pillanatban veszítettek el egy pontot a kisvárdai Kézisek. A rövidpályás bajnokságra készülnek a nyíregyházi szeniorúszók. Meg akarják őrizni első helyüket a nyírbátori férfi kézilabdázók. 78-76-ra kikapott hazai pályán a Zalaegerszegtől a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Pető Ákos vezetőedző csapata a palánk alatti teljesítményében látta a vereség okát. Egyértelműen a támadó lapattanúzás volt az egyik, illetve a másik, hogy nagyon vissza tud esni a teljesítményünk biztos vezetés tudatában. Nem hiszem, hogy ez elbizakodottság lenne, inkább egy kis koncentráció hiány okozza, és utána már nehéz visszakapaszkodni, tehát mindenféleképpen a hullámvölgyeinket kellene megszüntetni, hiszen meg tudjuk mutatni, hogy tudunk nagyon jól is játszani, tehát azzal nincs gond, kicsikét a hullámvölgyeket nem szabad ilyen mélyre engedni. Amit említettél, nem csak a nyíregyházi csapat a jellemző, hanem talán mindegyik csapat az A csoportban, akár egy mérkőzésen belül, akár mondjuk két fordulón belül, az egyik meccsen nagyon jól játszik egy csapat, a másikon kevésbé. Mi lehet ennek az oka, hogy most ennyire hullámzóak a teljesítmények? Úgy gondolom, hogy pont egy olyan időszak van, amikor még játékos mozgások is eléggé vannak, illetve edzőcserék, és ezáltal sok csapat nem tudja annyira stabilizálni a játékát, illetve azért most voltak olyan időszakok, amikor elég sűrűn voltak a mérkőzések, és ezt nem minden játékos, vagy nem minden csapat tudja megfelelően reagálni, akár itt a rehabilitációra is gondolva. Szerintem ezeknek az összességéből jöhetnek ilyen meglepő eredmények, forduló, és vagy akár egy meccsen belül is ilyen nagy fordulatok. Azt szokták mondani a vezetők, a játékosok, hogy profik vagyunk, csak előre nézünk, de azért gondolom egy ilyen mérkőzés után, mint a legutóbbi, és ilyenekből volt egy néhány a bajnokságban, azért egy picit a lelkekkel is kell foglalkozni. Főleg a hibajavításra helyeztük a hangsúlyt a hétfői napon, de való igaz, nem szabad sokat visszafele nézni, hiszen a következő feladat. Próbáljuk ideálisan megtalálni az arányt, hogy a mi játékunkkal és a múlttal is egy nagyon picit foglalkozni, illetve jövőbe tekinteni és készülni az előttünk álló feladatra. Az oroszlány következik, egy hosszabb szünet előtt nagyon fontos lenne több szempontból is a győzelem. Ugye a csapat bebizonyította legutóbb Szolnokon idegenben, hogy gyakorlatilag bárki ellen képes győzelmi eséllyel pályára lépni. Milyen meccsre lehet számítani? Az oroszlányt itt legyőztétek, viszont mint említettük, ebben a bajnokságban gyakorlatilag minden meccs két esélyes. Egy nagyon erős hazai pályájuk van, szurkolók által megtámogatva, bár én azt mondom, hogy hullámzóan teljesítenek otthon, de ellenkezőleg veszélyes csapat, hiszen nagyon tapasztalt játékosaik vannak. Itt válogatott játékos a Ruják András vagy Molnár Márton személyében, aki kicsit döcögősen kezdte a szezont, de az utóbbi időben már kezdőben kapott szerepet, illetve az Iring személyében van egy nagyon stabil irányítójuk, aki bár fiatal, nagyon sok bajnokságban már megfordult. Ami fontos, hogy a palánk alatti területet uraljuk, és nem szabad azt megengedni, hogy lepattanóban felülmúljanak minket, akár támadó, akár védő oldalon. Lehet azt mondani, egy héten belül megjártátok a mennyet és a poklot is, két egylabdás meccs, Szolnokon győzelem, idehaza vereség az ETT ellen, hogyan éltétek meg ezt a két meccset? Tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs Szolnokon, oda mentünk, szerettünk volna úgy játszani, hogy azelőtt tettük, csak a végjátékban jobban koncentrálni, és ez sikerült is, meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, nagyon örültünk neki. Azt is tudtuk, hogy utána nagyon jó lenne, hogyha megvennénk a Zalaegerszeget, mert akkor le tudnánk őket szakítani, sajnos ez nem sikerült, egy egylabdás meccsen kikaptunk. Igazából ezt magunknak köszönhetjük, de mondhatjuk, hogy bal szerencsénk is volt, mert a végén egy üres dobást kihagytunk, úgyhogy ezután most mennünk kell tovább, és következik az oroszlány. Újon csapat létetekre. Nem csak hátrafelé, előre is lehet tekinteni, hiszen egy tizedik hely az alapszakasz végén már a biztos bennmaradást jelenteni. Abszolút elérhető, négy forduló van hátra. Milyen hangulatban, milyen formában várjátok ezt a négy meccset, amely közül akár minden négy is nyerhető. Hiába játszunk itthon a Falkó, hiszen Szolnokon bebizonyítottátok, hogy egy ilyen csapat ellen idegenben is tudtok nyerni. Úgy gondolom, hogy most jönnek azok a meccsek, amik igazából eldöntik a bajnokságot. Most nagyon kell odafigyelnünk. Jön egy Szeged, ami mindenképpen egy nyerhető mérkőzés, főleg itthon. Megyünk Paksra, szintén egy nyerhető mérkőzés, és úgy gondolom, hogy a Falkó elleni pedig az utolsó mérkőzés lesz. Természetesen ott is mindent bele fogunk adni, de ott azért nem mi leszünk az esélyesek. Személy szerint mennyire vagy elégedett a saját formáddal, teljesítményeddel?
próbálok mindig hozzátenni a csapat játékához, mind védekezésben, mind támadásban. Próbálok küzdeni és segíteni abban, hogy nyerjünk. A elégedettségem pedig igazából mindig változik, szóval próbálok mindig maximumot nyújtani. Egy gólos vereséget szenvedett a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 14. fordulójában a Debrecent fogadta, és a vendégek 28-27-es győzelemmel távoztak a városi sportcsarnokból. A több válogatott játékos felvonultató, dobogó esélyes Debrecen ellen kezdte a bajnokság második körét a Kisvárda. Az első fél idő kevés gólt hozott, egy-két találattal rendre a vendégek vezettek, 30 perc játék után 9-11 volt az állás. A második fél idő elején hamar kiegyenlített a házigazda, majd folytatódott az üldöző verseny. Negyed órával a meccs vége előtt két góllal ellépett a Kisvárda, de ez csak átmenetinek bizonyult, fordítani tudott a Debrecen. 20 másodperc volt hátra, amikor Radojevic 7 méteresből egyenlített. Jöhettek a vendégek, és Vámos Petra 2 másodperccel a végső dudaszó előtt kilőtte a bal felső sarkot, megszerezve csapatának a győzelmet. Tudtuk jól, hogy nagyon nagy csata vár ránk, tehát teljesen mindegy ebben az esetben a Kisvárda és a Debrecen találkozóin, hogy melyik csapat melyik, hol szerepel, hol helyezkedik el a tabellán, ez mindig egy rangadó. Erre számítani is lehetett. Egy nagyszerűen felkészített csapat ellen küzdöttünk meg nagyon izzadságszagon a 2 pontért, és tényleg azt kell mondanom, hogy a végjátékban lehet azt mondani, hogy szerencsével sikerül innen elhoznunk a 2 pontot, viszont a lányok nagyon nagyot küzdöttek. A védekezésünket úgy, ahogy dicsérni tudom, majdnem 60 percen keresztül bizonyos időszakokban volt egy kicsit gyengébb, de egyébként azzal úgy, ahogy elégedett lehetek. A helyzeteink megvoltak az elején, azt gondolom, hogy ott már egy nagyobb különbséget, egy nagyobb előnyre tehettünk volna szert a mérkőzés elején, de az első 10 percben 5 százszázalékos zicsert hagytunk ki, és támadó játékban továbbra is problémánk vannak a távoli zónából való befejezésekkel, tehát, hogy alapvetően nagyon haloványak voltunk ugye itt átlövésekből, és a nagy küzdeni tudás mellett még alapvetően még a Vámos Petrát tudom dicsérni, aki felvállalta a felelősséget, és a végjátékban igazából ott nagyon fontos dolgokat tett hozzá pluszban, de természetesen nem szeretek soha kiemelni senkit sem, itt azért ez egy csapatmunka volt, voltak több jó teljesítmény is, de ettől függetlenül még mindig azt tudom mondani, hogy főleg támadásban komoly hiányérzetem van, ennél hatékonyabban is jobban kellene támadnunk, de a 2 pontnak viszont nagyon örülök, mert nagyon értékes 2 pontot szereztünk. A válogatott irányító végül 9 gólig jutott úgy, hogy az utolsó 5 debreceni találat az ő nevéhez fűződött. Ennek ellenére Vámos Petra nem volt teljesen elégedett csapat a támadó játékával. Egy nagyon kiélezett mérkőzést játszottunk a mai napon. Ahogy Zoli is említette, a védekezésünkkel és a kapott gólok számával nagyjából elégedettek lehetünk, viszont a támadójáték többször is döcögött, illetve abból gyors gólokat is tudtunk kapni. Én is a küzdést tudnám kiemelni, hogy akárha a Kisvárda tudott ellépni, vagy döntetlen volt az állás, nem roppantunk meg, és végig küzdöttünk. Tényleg nagyon örülök a 2 pontnak, hiszen nagyon-nagyon értékes ez a számunkra. A hazaiak edzője talált pozitívumokat csapata játékában, de csalódott volt az utolsó pillanatokban elveszített pont miatt. Nehéz mit mondani egy ilyen helyzetben. Azt gondolom, hogy az egy pontra talán rászolgáltunk, és megérdemeltük volna, de hát a sportban ilyen nincs. Azt gondolom, hogy azt viszont nyugodtan állíthatom, hogy egy számomra értelmezhetetlen és felfoghatatlan felfogású játékvezetéssel találkoztunk a mai napon. Nem értettem a koncepciót benne. Azt gondolom, hogy az első fél időben a támadójátékunk előtt 9 gólunk az kevés volt, de a második fél időben megtaláltuk azt a felállást, illetve azt a fajta játékot, amivel eredményesek lehetünk, és jól reagáltunk a helyzetekre, az adódó szituációkra. Megfordítottuk a mérkőzést, talán 18 gólt öltünk a második fél időben, az azt gondolom, hogy rendben volt.
védelemben is küzdöttünk, voltak hibáink, de azt gondolom, hogy a kulcsszituációkban, amikor nagyon fontos momentumok voltak, akkor a Petrával nem tudtunk mit kezdeni, megmutatta, hogy miért a válogatottnak az első számú irányítója, és tényleg jó kézzabdázott, jó dinamikával, jó felelősséggel, és mint egy vezér fölvállalta ezeket a feladatokat. Viszont azt gondolom, hogy én a csapatomat nagyon meg kell dicsérjem, hiszen tényleg vért izzadtak, és mindent kiadtak magukból. Koncentráltan, fegyelmezetten mindent megtettek a mai mérkőzésen azért, hogy legalább egy pontot nyerjünk. Ilyen a sport, egyszer ide billen, egyszer oda billen, a kapufáról egyszer ide jön, egyszer oda a labda. Én azt gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, és nem kell az órunkat lógatnunk, még hogyha ezt most nehéz is megcsinálni, mert tényleg csapatként is óriási szívvel és óriási odaadással dolgoztak a lányok. A 14. forduló további eredményei a következők. Győrsi Jófok 40-26, Mosonmagyaróvár Ferencváros 31-34, Vác Érd 34-31, Budaörs MTK Budapest 28-28, Albafehérvár Vasas 27-20 és Szombathely Dunaújváros 28-33. A tabella élén a 28 pontos Győr áll, megelőzve a 24 pontos Ferencvárost. A 13 pontos Kisvárda a 7. helyen állva utazik szombaton a 8. Siófokhoz. A 4. helyen végzett az elmúlt évben a Nyíregyházi Sportcentrum szenior úszó csapata az országos bajnokságban. A versenyzők több bajnoki címet szereztek, több országos csúcsot úsztak, Cseh Imre pedig összetettben a 2. helyen végzett. A felkészülés most is gőzelővel zajlik, legközelebb a hétvégi szenior rövidpályás országos bajnokságon állnak rajtkőre a nyíregyházi úszók. A napi edzés utolsó hosszait tempózzák a szenior úszók a nyíregyházi sportúszodában. A sportcentrumnál tavaly alakult szenior úszó szakág, a sportolók felkészítését pedig ősszel a Kovács Rita vette át. A VB második kétszeres Európa bajnok korábbi hosszú távúszó 5-10 ilyen úszóval foglalkozik reggelente, ha a csapat azóta több sikert könyvelhetett el. Több mint 50 szenior csapat létezik ma Magyarországon, és mi tavaly a 4. helyezést értük el az összetetbe, ami azért nagy eredmény, mert viszonylag kicsi csapat vagyunk, viszonylag kevés versenyzővel. Itt a nagy csapatok 4-5 annyi versenyzővel úsznak, mint mi, úgyhogy ezre vagyok a legbüszkébb talán. Egyéniben én összetetben második lettem az idén, kicsit lemaradtam az első helyről, de majd megpróbálom, és hát elég sok bajnoki címet szereztem, nem is tudom a számát, de 10 körül magyar bajnoki címem van. Hogy kell elképzelni egy idényt? Mennyi verseny van, már hogyha mondjuk a vírushelyzet nem zavar be a képbe? Egy-egy versenyen mennyien vesznek részt? Tulajdonképpen azt mutatjuk, hogy minden hónapban gyakorlatilag van egy verseny. Ezek között vannak országos bajnokságok, van 3, hogyha minden sikerül. Tehát van rövidpályás, hosszúpályás, fedett és van egy nyitott hosszúpályás. Illetve vannak felkészülési versenyek, vannak hosszú távú versenyek, tehát elég sok ilyen verseny van. Egy nagyobb versenyen, tehát egy OB-n azért 300 feletti létszám van, van, amikor a 400-at megközelíti az indulók száma. Változó, hogy ki hány számban, milyen számokban indul egy-egy versenyen, gondolom már maga a felkészülés is ennek egyében zajlik. Igen, nem lehet 50-től 800-ig mindenben úszni, de azért van, aki megpróbálja. Tehát van, aki végigeszi az étlapot, úgy mondják nálunk, van, aki egy-két számra koncentrál. Nálunk vannak nagyon jó hosszú távúszók, ugye Szokoldia Európa és világklasszis úszó, Cserés Miki szintén országos csúcsokat tart hosszú távba. Én inkább a középtávokon, a 200-akon indulok, illetve mellből a 150-en. Összevette a felkészítés Kovács Vita, mennyiben változott azóta az edzés intenzitása, az edzéstáv hossza, hogyan látjátok, mennyit tudtatok fejlődni azóta, mióta Ritával készültök? Csak annyit mondanék, hogy én túl az 50-en itt egyéni csúcsokat úszok, mióta Ritával edzünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett. Sokkal intenzívebb, nyilván az ő felkészültség, szakmai felkészültsége, hogy összeállítja az edzésprogramot, az nagyon sokat jelent. Méterben is egy kicsit többet úszok, én mint eddig úsztam, de az intenzitás az összehasonlíthatatlan. Tehát gyakorlatilag egy olyan programot úszunk, amit azt hiszem, hogy nagyon kevés szenior úszik ma az országban. A csapat legsikeresebb női versenyzője Szokoldi Anna csak az elmúlt hónapokban 5 országos csúcsot úszott, amely kemény munka eredménye. 6-szor járunk edzésre, reggel 5, már 6 előtt vízbe vagyunk,
és hát olyan hét utáni, tehát egy ilyen másfél órás edzés van minden nap, heti 6-szor. Távban mennyit kell elképzelni egy alkalommal, mennyit úsztok? Olyan 4000 méter körül úszunk egy edzésen. Emellett még van kondi is, meg futás is, ez önszorgalomból. Hogy néznek ki az edzések? Mindenki ugyanazt úszza, vagy szintenként változik a feladat intenzitása? Általában, amikor gyors edzés van, gyors úszó edzés van, akkor egyformát úszunk, ha nem a gyors, akkor más, de általában hasonlókat úszunk, csak valaki mellenúszik, valaki vegyesen, attól függ, hogy mi a második főszáma. A szenior úszók legközelebb ezen a hétvégén ugranak medencébe versenyen, a tavaly elmaradt 100 halombattai rövidpályás OB-n. A csapat néhány tagja nemzetközi versenyeken is részt vesz, Bécsben többször jártak már. Senior VB idén nem lesz Budapesten, és még a római Masters Európa bajnokság megrendezése is kérdéses. A hétvégén folytatódik a bajnokság a férfi kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. Az Illovas Nyírbátor célja a bajnoki cím megszerzése lehetőség szerint hibátlan tavaszi teljesítménnyel. Január első hetében elkezdtük a munkát, gyakorlatilag egész januárban heti 4 alkalommal edzettünk. A felkészülés sajnos nagyon sok probléma hátráltatta. Betegségekre gondolok itt leginkább, átszaladt a csapaton a koronavírus. Hál' Istennek mindenképpen egészségesen jött ki belőle, de sok esetben kevesen voltunk edzésen pont emiatt. Sikerült a felkészülésbe egy 3 napos hétvégi összetartást is beiktatni, amit végül is Nyírbátorban, tehát péntek, szombat, vasárnap nyírbátori úgymond bentlakásos edzőtáborral töltöttünk el. Ez is jól sikerült, de mondom, hogy a betegségek nagy mértékben hátráltatták a munkánkat. Volt-e változás a keretben? A keretben egyetlen egy változást sikerült elérni. Fábián Vincét a Deactól, illetve ő az ősz folyamán Berettyóújfaluban volt kettőssel, így a tavasszal hozzánk sikerült leigazolni kettős játékengedéllyel. Ez nagy erősítésnek gondoljuk, úgy támadásban, mint védekezésben. Még lett volna egy kiszemeltünk, azt sajnos nem tudtuk végrehajtani azt az igazolást. Hogyan sikerültek a felkészülési meccsek, főleg a fentiek a hiányzók tükrében? 6 darab felkészülési mérkőzést játszottunk, sajnos itt is problémák adódtak, mert a termünkben a kosárpalánk, ami motorosan hajlik le a pálya fölé, az most második hete, több mint 2 hete meghibásodott és lent maradt, így mérkőzést nem lehetett játszani. Ezért erre az időszakra első 2 mérkőzést is idegenben játszottunk. Egyébként összesen 6 mérkőzést játszottunk. Játszottunk az Ózdal, az NB1-B-s Ózdal, ami Ózdan, dicséretesen 2 gólos vereséget szenvedtünk. Játszottunk 2-szer a Kisvárdával, játszottunk 2-szer a Hajdúböszörménnyel, és játszottunk a Diósdérő VTK-val. Az említett ózdi mérkőzésen kívül minden mérkőzés sikerült megnyerni, de minden mérkőzés szolgált egy tanulsággal, amit reméljük, hogy tudunk majd hasznosítani a bajnoki mérkőzéseinken. Minden csoportban nagyon kiélezett tavasz várható. Itt a saját csoportotokban figyelitek-e a riválisokat? Ők mennyit erősödtek, mennyiben változtak a téli szünetben? Pontosan ez az, ami kicsit aggodalomra adhat okot, mert a közvetlen riválisunk az Acélváros, Miskolc. Ő 3 játékost gyakorlatilag egy fél sort igazolt az Ózdi Kohásztól, tehát az NB1-B-ből, és 3 ponttal vannak mögöttünk lemaradva, és feltett szándékuk nekik is a bajnokság megnyerése, amihez azért nekünk is lesz 1-2 szavunk. Kezdünk Fehérgyarmattal hazai pályán, vasárnap, a megszokott szombat helyett. Utána 2-szer megyünk idegenbe, a Deachoz Debrecenbe, illetve a
a célvároshoz, Miskolcra, majd a negyedik fordulóban jön a Kisvárda. Tehát ez az első négy forduló, ez nagy mértékben meghatározhatja, akár a bajnokság végkimenetelét is. Azon leszünk, hogy ezeket sikerrel húzzuk be, ezeket a mérkőzéseket, de a Deac elleni idegenbeli mérkőzés, illetve az Acélváros elleni, az nem lesz esélytagalóbb. Két év szünet után ismét megrendezték az úszódiák olimpia megyei döntőjét, a legkisebbek versengésének a Máté Szalkai úszod adott otthont. A 2021-22-es tanévben is Máté Szalka ad otthont a 1-2-es korcsoportnak a diákolimpiára. Van, itt a 2011-12-13 és 2014-ben született gyerekek úsznak. Megyei szinten olyan 200-230 nevezés, ez a betegségektől függ, de 230 nevezés érkezett be. Jelenleg olyan 200 gyerek fog elrajtolni ezen a versenyen. Máté Szalka színeiben, Máté Szalka általános iskoláinak színeiben 10 fő indul el ezen a versenyen. Két éve nem volt diákolimpia, úgyhogy most mindenki nagyon nagy reménységekkel várta. Hozzá kell tennem, hogy egy-két évnek el kell tennie, hogy visszapótoljuk a lemaradást és a gyerekek hiányát vissza kell pótolnunk. Most hál' Istennek ebben az évben és már jövő év szeptemberétől is azért tudunk dolgozni abban a menetrendben, ahogy dolgoztunk eddig, de tehát még nagyon messze állunk ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy jól haladunk. Most volt február 6-án vasárnap Nyíregyházan a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os korcsoportnak a döntő. 8 fővel vettünk részt Máté Szalka iskoláinak színeiben. 5-től 10. helyezésig értünk el, viszont egy tanulónk, a Balog Andrea, 100 méter mellett országos döntőbe jutott, úgyhogy nagy az öröm, és örülünk ennek a jó hírnek. Az osztályfőnököm javaslatára kezdtem el úszni, és nekem nagyon megtetszett ez a sport, és azóta úszok heti 3-szor egy héten. Nyíregyházan volt a diákolimpia verseny, és 100 méteres mellúszásban értem el első helyezést, és ezzel kijutottam az országos versenyre. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!